A Lajos nap az egyik legkiemelkedőbb tavaszi esemény a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumának életében, de az utóbbi években ez a nap teljesen átalakult. A legnagyobb változást a főzőverseny bevezetése jelentette. Csilis bab készül éppen az egyik osztály jóvoltából. Mint megtudtuk, a lényeg, hogy sok legyen belőle. A Lajos napi főzőversenyre egyébként mind a 22 osztály benevezett, de a kolozsvári testvériskola tanulói is főztek. Sok legyen, ez lenne nagyon fontos taktikai szempont, hogy rengeteg legyen, később lehessen csípősíteni, és mindenféle extra fűszerek vannak benne, amiket amúgy az alapmenzás csilisbabban nem biztos, hogy beletennénk, de ebben van egy mondjuk egy 5-10 féle fűszer, és még az alapanyagok sokféle paprika, szószok, meg mindenféle darátús persze, meg ami kell. Van esélyetek, hogy nyerjetek? Biztosan mi nyerünk, tehát csak a többieket sajnálom, drukkolok a többieknek, hogy hát második, harmadikak azért hadd legyenek már. Az állandó elemek mellett évről évre új programokkal színesítik a Lajos napot a szervezők, a tanárok és a diák önkormányzat. A cél, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének leginkább megfelelő programokat. A sportcsarnokban több tanár-diák mérkőzést is játszottak, stábunk éppen a röplabda meccsre ért az iskolába. Ezt a csatát a tanulók nyerték. Szeretünk sportolni is, ezért fontos a gyerekeknek kis lazítás az érettségi előtt, hogy mivel készültünk, rengeteg programmal készültünk, a Venti programjainkon Xbox játékok szerepeltek ezzel a Kinect, nem is tudom ezt minek hívják, kiegészítéssel, hogy mozgással lehet irányítani, énekelni lehet egy karaoke terembe, csillámtetkó, henna van, sportmérkőzések, röplabda, kosár, most a buborékfoci készül elő, hát még sorolhatnám, van bőven rendőrök vannak itt, mentők vannak itt, megmutatják, hogy milyenek a napjaik, ütközés szimulátor van, tényleg sorolhatnám, még biztos, hogy kihagytam olyat, ami fontos lenne. Azt gondolom lelkesek. Nem tudom, én is részt veszek a programokon, tehát nem tudom őket figyelni, de a programok telítettek, úgyhogy szerintem amennyire tudják, kiveszik a részüket, és kipróbálnak mindent. A Lajos nap mára igazi iskolai fesztivállá nőtte ki magát, amelyben a régi idők programjai sem maradhatnak el. Az intézményben több évtizedes hagyomány, hogy a 12-es osztályok királyjelöltet indítanak. Egy hónappal ezelőtt volt az iskolában egy ilyen választási lehetőség, hogy minden osztályból egy fő indulhat. Az osztályommal megszavaztuk azt, hogy én fogok indulni, és úgy döntöttünk, hogy egy ilyen fesztivál hangulatot fogunk teremteni itt az iskolában, hiszen az iskola egy nagyon kötött dolog azért, és próbáltuk a vezetőséggel megbeszélni ezt, hogy szabad-e. Megengedték nekünk, és egy ilyen fesztivál hangulatot hoztunk be az elmúlt egy héten. A programunknak a lényege az, hogy jövő évre korábban legyen a Lajos nap, ne így év végén, hiszen év végén a diákok már érettségére készülnek, ahogy én is, és ugye ez nagyon sok időt elvesz, hajnalig kell mindig sütni, készülni, és igyekeztünk elérni azt a vezetőségnél, hogy jövőre év elején legyen a mazsolaalvatóval egybekötött programsorozat, és jövőre valószínűleg így is lesz. Rajtam kívül még 4 jelölt van, minden osztályból ugye egy fő, és királybeszéd, királyvita keretein belül a kampányvideók után lehet szavazni, és majd egy óra múlva derül ki, hogy ki lesz a király az iskolának. Az új Lajos király Kovács Roland lett, a főzőversenyt pedig a kolozsvári Báthori István Elméleti Líceum tanulói nyerték.